Nyírják a füvet, rendezik a terepet a röplabda pályán, már tényleg az utolsó simításokat végzik a megújult tófürdőn. A tavaly ősszel kezdődött munkálatoknak most értek a végére. A beruházás 220 millió forint uniós támogatásból és mintegy 30 millió forint önerőből valósult meg. Új pénztárt alakítottak ki, a régi lépcsőket áthelyezték, emellett térköveztek. A látványosabb fejlesztéseket azonban a vízfelületekhez közelebb érve tapasztalhatjuk. Megújult a strandöplabda pálya, a homok teljesen ki lett cserélve, a gyerekmedence is felújításra került, a termálmedencében új ülőkét helyezünk el, és azt is újra burkoltuk, a régi zuhanyzót is megújítottuk egy gyönyörű felirattal, kiegészítve, úgyhogy ott is most már egy teljesen kultúrált zuhanyzási lehetőség várja a vendégeket. Ami, hogyha sorba haladunk, egy óriási látványosság, hogy a régi előregedett csúszdánk helyett is most már két új csúszdatest és sokkal látványosabb, izgalmasabb csúszdatest fogadja majd a vendégeket, gondolom ez főleg a gyerek. Gyerekeknek fog majd nagy örömet okozni. Sokan várták, hogy a régi emblematikus stég az megújul-e. Igen, hála Istennek kijelentetjük, hogy az is egy 50 négyzetméteres új stég kerül elhelyezésre a tó közepén. A székek már bekészítve a vendéglátó egységek mellett. Utóbbiak mindegyikét új egységes bútorzattal szerelték fel. A játszóteret áthelyezték. Játszani ugyanakkor a vízben is lehet majd, ezen az új vízi játszótéren, igaz külön jegy megváltása mellett. A fejlesztés részeként új pázsitot fektettek le, öntözőrendszert és sziklakerteket alakítottak ki. A vendégek pedig ezentúl wifizhetnek is a telefonjaikon, mindezt az eddig megszokott árakon. A belépőjegyek nem változtak az elmúlt évhez képest, a délutáni, ahogy említettem, kedvezményünk 16 óra után megvan, és erről lehet tájékozódni majd a honlapunkon is, illetőleg az itt kihelyezett táblákon is. És való igaz, ugye a projektben 4 hónapos nyitvatartást vállaltunk, ami azt jelenti, hogy most már szeptemberben is nyitva lesz a tófürdő. A következő évben pedig majd meglátjuk, hogy valószínűleg a leglogikusabb az, hogyha május elején vagy május közepén nyitunk, és szeptember elejéig vagy szeptember közepéig vagyunk nyitva, ezt még a jövő évi döntéseinknek tükrében tudjuk majd kommunikálni. A vízsugár már megy a termálmedencében, amelyben vendég még azonban nincs. Erre ugyanakkor nem kell már sokat várni. A megújult tófürdő szombat reggel 9 órakor megnyitja kapuit. Ráadásul aznap délelőtt úsz egy tókört az egészségedért elnevezéssel, egy szabadidős rendezvényre is várják a látogatókat. A hétvégére is meleget, 35 fok körüli hőséget és ragyogó napsütés jósolnak a meteorológusok, így az időjárás is kedvezni fog a szezon kezdetnek.